Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, hölgyeim és uraim, önök arról van szó címmel az Eszterházy Károly Főiskola Líceum televíziójának heti aktuális műsorát láthatják. Negyedik évfolyam, 111. adás. Köszönöm, hogy ismét minket választottak. Tekintsük át együtt címszavakban, hogy mit kínálunk önöknek az előttünk álló egy órában, hogyha velünk tartanak. A Fiatalok Európáért projektben közös alkotó táborban együtt készülnek egri főiskolások, svéd, norvég és erdélyi fiatalokkal, amerikai olasz filmes szakember módszerével a filmszakmára. Sikeresek voltak sportolóink az egyetemi főiskolai bajnokságokon, összesítésben az élre várható az Eszterházy Károly Főiskola. Tanáraink külföldi konferenciákon, külkapcsolataink alakulása Osztravától Valdosztáig, ismét nemzetközi a főiskola Kepes György művésztelepe. 13. prepa napi díszünnepségét tartott az egri tanítóképzős öregdiákok baráti köre. 45 arany, 6 gyémánt, 3 vasdiplomát adtak át az 50-60, illetve 65 éve végzett pedagógusainknak. Kedves nézőink, stúdió beszélgetéseink között ellátogatunk rajszakosaink teregetésére, felidézzük a bikini koncertből egy hangulatot, és beszámolunk a LADIK, azaz a lapot a diákoknak országos vetélkedő döntőjéről is. Hölgyeim és uraim, ennyit címszavakban mai adásunk tartalmából, bővebben az itt jelzett témákról az előttünk álló egy órában szólunk majd, mint ahogy rögtön az első témáról, amelynek vendégei Tóth Dolenszky Réka, külügyi referens és Orosz Rihárd, a Liceum Televízió gyártásvezetője. Köszöntöm Önöket stúdióba, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, tulajdonképpen egy nemzetközi filmes táborról, alkotó táborról van szó, amelynek előkészítésében, előkészítő tervezésében részt vett Tóth Dolenszky Réka is. Mi hangzott ott el tulajdonképpen, mit terveztek, mi várható ebbe az alkotó táborba? Pontosan ezt beszéltük meg februárban, hogy ugye, ahogy már említettük, lesz magyar résztvevő, illetve erdélyi, norvég és svéd is. És mivel egy demokratikus filmkészítési módszer alapján fognak dolgozni majd a résztvevő hallgatók, a kiválasztáshoz is ilyen demokratikus módszereket kerestünk, hogy hogyan válasszuk ki a hallgatókat, hogyan pályáztassuk őket, illetve még a felkészítő látogatás során megismertük magát Daniela Legit, az olasz-amerikai filmrendezőt, illetve filmes szakembert, aki vezetni fogja a workshopokat, és felkerestük a helyszíneket is, ahol a tábor lesz. Ugyanis nem csak egy helyszínen leszünk, hanem először egy népfőiskolán, Molkom városában, aztán pedig egy cserkésztábor lesz a helyszín. Megvan adva a téma, hogy mit készítenek, vagy miről készítenek? Bármiről, teljesen szabadon választott. Ez is része például ennek a demokratikus folyamatnak, hogy a hallgatók az ott összeállított csoportokban maguk döntik el, hogy miről és milyen típusú filmet szeretnének készíteni. Tehát a film műfaj bármelyik ágában dolgozhatnak, dokumentumfilmtől az animáció, van. Játékfilm, bármi. Így van. Bár az animáció az ugye kicsit több felkészülést, illetve műtermet meg anyagot igényel, de igazándiból nincsen megkötve egyáltalán. Milyen személyiség sejlik föl ebből az amerikai olasz rendezőből? Mit lehet sejteni a vele való találkozásból? Hát eleve igen. Tehát szerintem az sokat elmond, hogy amerikai és olasz. Tehát talán ez a demokratikus, hangsúlyozottan demokratikus módszer, amit ő használ filmkészítéshez, ez talán az amerikai előéletéből, illetve tanulmányaiból eredendő, illetve hát a film az, ugye az olasz gyökerek és olasz háttér az megint csak egy erős motívum ebben. A tervezésnél elárult valamit arról, hogy milyen filmeket forgatott, miben ismert? Én magam a weblapján néztem meg, hogy milyen munkákkal foglalkozott. Amiben most igazán otthon van, az a fiatal művesek, filmkészítők, illetve filmkészítő műhelyek patronálása. Úgyhogy nem csak pénzzel, illetve anyagi támogatást szerez nekik, hanem nagyon sokat segít abban is, hogy a megfelelő szakemberekkel össze tudja hozni a fiatal filmeseket. Itt hangsúlyoztuk a beszélgetésből a demokratikus, mindenféle megkülönítésből a demokratikus. Rihárd, a Liceum Televíziónál milyen demokratikus alapokon választódtak ki a hallgatók, akik részt vesznek? Mennyien mennek?
Nagyon egyszerű a kérdés. Nyitott volt a pályázat, szerintem ebben merült ki a demokratikussága. A legfontosabb szempont az volt, hogy ki mennyire beszél svédül, tehát ez volt az elsődleges. Beszélnek svédül hallgatóink? Van ilyen? Nem. Tehát akkor az angol lesz a nyelv, nem? Persze. Ez lényeg, azt hiszem, akkor azon van, hogy milyen, hogy valamilyen nyelvet beszéljen az európai. Így van, angol volt a angol. Kötelező nyelv. A svéd tudás az csak plusz. Az csak plusz lehetett. Milyen szakos hallgatóink jelentkeztek erre? Vagy olyanok, akiknek történetesen a Liceum televíziónál van gyakorlatuk, készítettek már filmeket? Többnyire ilyenek, igen, hiszen filmes szakembereket vártak ide, és ez eléggé határozott szempont volt a Danielik részéről, hogy olyan embereket, akik már készítettek filmeket. És itt a főiskolán ez többnyire a Liceum televízión keresztül történik, tehát van kötődésük. Ezeknek a hallgatóknak. Hogy a látja, tévéhez. Mennyire mozgatta meg a hallgatók fantáziáját ez a svéd alkotó műhely lehetőség? Tehát magyarul nehéz dolga volt-e a döntésben, hogy kik mehetnek? Nem volt egyszerű. Tehát igen, nehéz volt. Volt több jelentkező, arra gondolok. Körülbelül 3-4-szeres túljelentkezés, tehát 15-20 ember jelentkezett erre az 5 helyre, amit meghirdettünk. Tehát ez többek között azt is jelenti, hogy ennyinek volt bátorsága hozzá, de kedve többnek is lett volna, csak a feltételek, tehát például a jó angol tudás, a beadandó pályamunka plusz, tehát volt sok apró feltétel, az már egy jó szűrő volt, és ezek után maradt bent 20 ember, amiből 5-öt vihetünk magunkkal Svédországba. Ez egy izgalmas alkotótábor lehet. Milyen föltételekkel tudott létrejönni, milyen támogatással? Természetesen, mivel azért ugye ez egy elég nagy volumenű rendezmény, az anyagi hátterét is több forrásból biztosították. Svéd koordinációval adtak be a Fiatalok Európáért programhoz támogatásra jelentkezést, és végül is ez adja a legnagyobb anyagi fedezetét. Ennek köszönhető, hogy a hallgatóknak nem kell semmilyen részvételi díjat fizetniük, tehát az úti költségtől a kintartózkodásig mindent fizet nekik a projekt, illetve nyilván mi nekünk is kellett a főiskolának valamilyen anyagi hozzájárulást adnia, ez főképp az úti költséghez történik, illetve Karstadváros és Värmland megye is támogatja a projektet. Mindent elmondtunk már szinte róla, egyet nem mondunk, mikor lesz ez az alkotó műhely. Június 16 és 27-e között lesz. Magyarul a nyár elején tudunk akkor számot adni arról, hogy hogyan sikerült ez a svéd kapcsolat. Hát köszönöm szépen akkor, hogy befáradtak, és hát sikeres alkotó munkát kívánunk. Köszönjük szépen. Svédországban a fiataljainkkal, és hát reméljük, hogy nem maradunk ki hasonló alkotótáborokból sem. Máskor sem. Most pedig maradjunk akkor a művészetek területén, látogassunk el a rajzokosaink szokásos teregetésére, a vizsgamunkák bemutatására. Szarka Zsófia másodéves hallgatónknak a műveit láthatják a most következő percekben.